Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Én már a 36. vagy 37. epizódjánál ennek a beszélgetés sorozatnak, amikor írókkal, szerzőkkel beszélgetek arról, hogy mit is csinálnak ők a karanténban, mind dolgoznak, és főként arról, hogy milyen könyveket ajánlanak nekünk. Talán már nem sok van hátra Budapesten sem a karanténból, de az olvasmány ajánlás az karantén után is aktuális lesz. Olvasni mindig van mód és idő. Következő beszélgető társam annyiban más, mint az összes többiek, hogy talán őt ismerem legrégebben. Egészen pontosan 7 éves koromban ismertem meg. És egy általános iskolában, első osztályban osztálytársak voltunk. Én úgy próbáltam érvényesülni, hogy mindenféle színes történetet meséltem arról a többieknek, hogy hogyan voltam kovboy Mexikóban, vagy hogyan vezettem szemetes autót neki nem volt szüksége ilyesmire, mert vele valóban nagyon izgalmas dolgok történtek, és nagyon, nagyon sok helyen járt már akkor is, Bagdadból költözött haza a családjával, és nagyon izgalmas történeteket mesélt. Aztán sok-sok évre elveszítettük, egymást ő elment az általános iskolába egy másikba, és teltek múltak az évtizedek, és a, aztán a Facebookon felbukkant Tulajdonképpen a világ számos pontjáról közölt mindenféle érdekes képeket, meg posztokat. Megfordult Észak-Koreában, Fülöp-szigeteken, Szarajevóban, Jakartában, és aztán legtöbbször pedig Kínából jelentkezett. Holtz Gábor, aki egy pillanat múlva megjelenik itt mellettem. Itt is van. Szia Gábor! Szervusztok, szervusz! Mindenkinek kellemes délutánt! aki interkulturális tanácsadó és coach, Sánkhájban él, de a világ számos pontján dolgozik, és hát most már lassacskán három éve egy könyvben is megírta, hogy milyen is világpolgárnak lenni, Sánkhájból intézni az életet, és ide-oda utazgatni a világban, és valami nagyon izgalmas munkát végezni ez az Ateneum kiadónál jelent meg, ez a Város egy távoli bolygó címen, és azóta is a Facebookon nagyon izgalmas dolgokat publikálsz, de hogyha jól látom, már pedig jól látom, és beszéltünk is, most nem Sánkhájban vagy, hanem itt vagy valahol Budapesten. Igen, itt vagyok Budapesten, Tudnélék, januártól márciusig Sanghajban élvezhettem ezt a koronavírus bezáródást, ezt, a, ezt, az önkéntes karantént, amit csinálunk. Utána, amikor elkezdett javulni a helyzet Sanghajban egy kicsit, akkor átjöttem egy üzleti útra, és az volt a terv, hogy itt maradok Budapesten tíz napig, hogy hát ugye megvédjem Európát a Kínában terjedő vírustól de közben pedig kiderült, hogy ez már terjedt nélkülem is, úgyhogy itt ragadtam. Én nem is tudom pontosan, hogy mikor tudok visszamenni Sankhájba, de addig kihasználom az időt. Sőt, hogyha jól tudom, akkor nem is kettő, hanem három részre szakadt a családotok, és ennél távolabb már talán nem is lehetnétek egymástól. <laughs> igen, igen. Hát ugye a feleségem Sankhái, ő Sankhájban van most is, mert ez egy üzleti út lett volna, én itt vagyok Budapesten, és a lányunk ő pedig ott tavában tanul, és ő onnan próbál majd valahogy, hát a tavaszi szünetet már lecsúszta, de a nyári szünetre reméljük, hogy haza tud menni. Igen, ezt, ezt nevezik igazán e, szociális távolságnak, hogyha több ezer kilométer van a családtagok között, egymás biztos, hogy már nem fogjátok e, e, megfertőzni. E, arról kérdeznének először, e, mielőtt belemennénk a munkádban meg a könyvekbe, hogy Miben volt más a shanghai karantén, meg a shanghai koronavírusos hónapok, mint a, mint a budapesti? Közben megmutatok egy képet, amit feltettél a Facebook oldaladra, és a feleségeddel, vagy látható, bár nehéz lenne fölismerni téged is. Szóval, hogy mi a különbség, és mi az, ami pedig ugyanolyan? Az első jelentős különbség az, az egyéni körülményeimnek a különbsége, az pedig az, hogy én Sanhájban egy 23. emeleti, hát azt mondom, lakópark vagy lakótelep, de hát mondjuk ez egy, ezek magas épületek, és bár egy szép kert van a lakóparkban, és van egy kis erkélyünk is, de azért az teljesen más ott lenné, mint itt Budapesten kertesház van, közel a zöldhöz, a levegő minősége is jobb, tehát sokkal jobban bezárva érzi magát az ember egy olyan környezet. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy amit megmagyarázni igazán nem tudok, hogy miért, de úgy általában, a, a, hogy mondom, az idegek jobban kivoltak hegyezve Kínában, mint itt. Ez nem tudom, hogy nálunk Európában vagy Magyarországon azért van más, hogy mert ugye a, azt tudjuk, hogy Kína már átment ezen, és már láttuk azt, hogy mire számíthatunk nagyjából, vagy pedig maga a kínai társadalom működik másképpen, de hát ugye az egyik posztban a Facebookon megosztottam, hogy ilyen hangos beszélőkön instrukciókat adtak, mindenhol feliratok, hogy, hogy mit tudom én, le a rémhírterjesztőkkel, meg mindenhol biztonsági őrök voltak, mindenhol ellenőrzések voltak, és ez egy, egy, egy picit én nekem egy kellemetlen szituáció volt. És nem tudom igazából szétválasztani, hogy mi az általános helyzet, és mi az én egyéni helyzetem, de az én szempontomból sokkal produktívabb az itteni bekoronázódás, mint ami ott kint volt. Igen, tettél föl, amikor éppen ott tombolt a leginkább a, még csak a, a, a járvány képeket, meg, meg magyarázatokat hozzá, hogy azért jóval szigorúbbak voltak, legalábbis nem az első pillanatban, hanem a második pillanatban ott a, a hatóságok, például a futárok csak a ház elé tették le a különböző megrendelt termékeket, és ott halmokban álltak a... A dolgok, ez is egy spe sánkai specialitás, de az is, hogy igazából nem jut ezekhez senki. Tehát, hogy ott lehetett hagyni. Hát, az a helyzet, hogy mindent ott lehet hagyni, ez egyébként nagyon sok helyen rosszabb, mint nálunk, nagyon sok helyen jobb, mint nálunk. Kínában, meg általában Ázsiában jobb a helyzet. Ugye a, a kínai társadalom az úgy működik, hogy ha az ember megy az árral, akkor minden nagyon flottul megy. Például a, a koronavírus járvány idején is mindent cserepes virágtól kezdve a egy darab tojásig mindent meg lehetett az interneten rendelni egy napon belül. Viszont, hogyha az embernek valami miatt baja van hát a, a sodorvonallal és máshogy akarja csinálni, akkor viszont pillanatok alatt nagyon egyedül és nagyon idegesen fogja érezni magát. És ugye én azért alapvetően e, magyar vagyok, tehát volt olyan, hogy nekem nem mondják meg, vagy nekem nem volt kedvem elmenni futni, amit nem annyira. Nem, nem tiltott a törvény, meg nem állítottak meg, csak úgy jól megnézték az embert. És hogy lehet, hogy ezeket a határokat elkezdtem már egy kicsit e, unni, mondjuk így. Írtál, nem olyan régen a Facebookon is megosztottad Igen. egy, e, egy angol nyelvű cikket, e, amit össze is foglaltál, képviselsz. Elmondanád, hogy szerinted miről van szó? Ezt megismételnéd, mert egy már pár másodpercre elveszítettük egymást. Hogy írtál egy, írtál egy cikket angolul, hogy hitelesek-e azok a koronavírusra kapcsolatos statisztikák, amiket Kínában publikálnak, vagy pedig hazudoznak a hatóságok, és te egy ilyen köztes álláspontot foglaltál ebben a. És Igen. hogy erről valamit. Ugye a, az idegek nagyon ki vannak hegyezve, mindenkire gyanakszunk, és amúgy sem érezzük el nagyon jól magunkat, mert nem tudjuk, hogy, hogy mi van a szeretteinkkel, ha nem tudjuk végezni a munkánkat, tehát ez nem csak ránk vonatkozik, ugyanígy vonatkozik az újságírókra és a politikusokra, ugrunk mindenre. Na most ugye, hogyha megnézzük ezeket a kínai koronavírus statisztikákat, és volt többek között Kínában egy ilyen, egy ilyen javítás, amikor a Wuhanban jegyzett megbetegedések és halálozások számát, hát módosította a kormány, akkor én nagyon sok itthoni meg nemzetközi sajtóorgánumban is azt olvastam, hogy ez annak a jele, hogy sumákolnak, összeesküvés van, stb. Utána néztem egy kicsit, és itt, itt viszonylag, tehát egy másfél milliárdos országban olyan kicsi mennyiségű emberről beszéltünk, tehát mit tudom én, néhány ezer megbetegedés, és né, talán ezernél kevesebb haláleset volt az, amit ö, ö, hozzáadtak ehhez a számhoz, hogy egy picit jobban utána néztem, és bár ugye nekem sincsen erről végleges adatom, de én úgy látom, hogy ez sokkal inkább lehet tévedésnek tekinteni, mint ködösítésnek. Tudnék itt azt kell elképzelni, hogy a, a, a helyzet kellős közepén, mint máshol, itt folyamatosan folynak be az adatok. Csak egy olyan országban, mint Kína, sokkal könnyebben előkerülhet mondjuk két darab kórház, ahol még papíron tartották számon az adatokat, és nem a mobiltelefonos applikációk segítségével. Azon kívül pedig, ugye itt egy Kínában egy ilyen felülről jövő statisztikai rendszer van, ahogy be kell futni egy központi helyre az adatoknak ahhoz, hogy publikálhatóak legyenek. És én ezért óva tettem mindenkit arról, hogy egyébként egy sokkal valószínűtlenebb magyarázatot fogadjanak el hamarabb, hogy itt valaki ilyen diabolikusan írja ezeket a számokat, ahelyett, hogy megnéznénk azt, hogy mondjuk ott a, a, kínai lakosság arányában pár száz vagy akár pár ezer ember egy egy százalékosnál kisebb eltérést jelent. És mit mondanak, a, a mit mond a feleséged vagy a barátaid Kínából, hogy visszatért meg teljesen az élet a régi kerékvágásába, vagy, vagy még azért ezt nem mondhatjuk? Hát ez is azon múlik igazából, hogy kinek mi a rendes. Tehát aki azt várja, hogy abba a kerékvágásba térjen vissza az élet, mint ahol mondjuk novemberben volt, attól még nagyon messze vagyunk Kínában is. De hogyha azt mondjuk, hogy az emberek már visszamehetnek dolgozni, lassan megnyitnak a kávézók, el lehet a gyereket vinni a parkba, ugye itt a május 1 -e az egy nagy szünet volt ott, akkor azt mondhatnám, hogy az emberek már rendesen élik az életüket. Hát a nejem az kerékpárra jár be minden nap dolgozni, iszik egy kávét az ed szünetben, ezek a dolgok ezek már normálisan mennek. De azért azt sokan mondják, és Kína szerintem ennek az előfutára, hogy pontosan ugyanoda nem fogunk visszaállni, tudnélik, azért még nem igazán ismerjük ennek az egésznek a, a mechanizmusát, hogy mi történik velünk, hogyha nyitunk, mi történik velünk, hogyha elkezdünk csoportosulni. Uh -huh. Szintén egy Facebook postban búcsúztál el attól az egyetemi folyamtól akiknek hát ez az utolsó hónapokban már csak online órákat tartottál. Üzletvezetés Kínában, kínai cégek nemzetközi stratégiája, tréning és coaching Kínában, tehát biznisz tárgyakat tanítasz, és alapvetően ugye én kultúra közi dolgokkal foglalkozol, hogy hogyan csinálhat valaki üzletet, aki nyugatról jött Kínában, és fordítva ázsiaiak hogyan boldogulnak a, a nyugati kapitalizmusban. Tudom, hogy ez egy teljesen meg igazából alaposan megválaszolhatatlan kérdés, de mégis arra kérek, hogy röviden mondjál valamit, hogy mi a három legfontosabb tanács, amit adnál nekem, hogyha én kínaiakkal akarnék üzletelni? Hát nézd, ez most éppen ma is egész nap ezt csináltam, úgyhogy, úgyhogy éppen lendületben vagyok ezzel kapcsolatban. Én azt mondanám, hogyha mondjuk bármilyen, akár, akár, könyves, vagy egy oktatói, vagy bármilyen karriert szeretnél befutni Kínában, akkor az, az első az, amit mindenki megtehet magáért, hogy, hogy bizonyos, hát elég leegyszerűsített, és a, az ország ismerete szempontjából akár viccesnek mondható sztereotípiáktól megpróbálunk megszabadulni. Ez egy kicsit olyan, mint Japánnal kapcsolatban a szamuráj etika. Kínával kapcsolatban is vannak bennünk ilyenek, csak egy kicsit változatosabb a kép. Tehát van, aki még Kínával kapcsolatban ott le van ragadva, hogy ott ilyen maóruhás férfiak meg nők kerékpáron jönnek-mennek a smogban. Van, aki a, a Travel Channel-nek a műsorait nézi, és csak azt tudja, hogy itt épülnek a legmagasabb házak, a leghosszabb hidak, hány autó van, mindent mobiltelefonnal kecsenek. Tehát, tehát van, hogy egy kicsit előre szaladtak, van, hogy egy kicsit lemaradtak, és ezeket érdemes differenciálni, és akár az interneten is elérhetőek azok a, azok a források, melynek segítségével ezt meg lehet tenni. Ez az első. A második az az, hogy én ebben az esetben én azt mondanám neked, hogy vedd fel a kapcsolatot kínaiakkal, bármilyen módon. Nálunk is vannak sokan, itt járnak iskolába, itt dolgoznak, és ülj le velük, beszélgess velük, és nézd meg, hogy hát milyen érzés. És ebből egy, elég sokat le lehet szűrni az a, arra vonatkozólag, hogy tetszennie -e, fog Kína. tudni, amit ott megélsz, mondjuk ha eléred, hogy meghívjon egy kínai család magához vacsorára, annak az erősebb változatát fogod Kínában kapni. De már egy kicsit tuningoltad magad. A harmadik az pedig az, hogy fel kell tenni magunknak azt a elég kellemetlen kérdést, és ezt én végigcsináltam magyar, magyar borosokkal, divattanácsadóval, ö, olyannal, aki balett előadásokat szervezett, hogy miért van rád ott szükség? Tudni, hogy ez egy hatalmas ország, ahol a, a Harvard akar üzleti képzést indítani, ahol a Jamie Olivernek meg, a, meg a, az összes többi ilyen sztárséfnek van étterme, ahol az összes nagy élsportoló megfordul. Nem mondom azt, hogy nincs szükség, tehát nagyon sok, nagyon speciális dologgal foglalkozó embert nagyon szívesen látnak, de ezt végig kell gondolni, hogy miben tudok én más nyújtani, mivel tudom magamra a figyelmet felhívni. Nem tudom, hogy ez hasznos lenne. -e? Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy fordítva, mit mondasz egy kínaiának, hogyha mondjuk itt akar üzletelni? Három ilyen apró dolgot mondhatsz neki, akkor, akkor őt mire készített fel? Én nagyjából ugyanezt mondom neki, hiszen ők, ők ugyanúgy egy egy idegen kultúrában mennek, és meg kell mondjam itt a, a magyar hallgatóknak, hogy mi sem vagyunk ám egy egyszerű társaság, hogyha megnézzük mondjuk akár kínai, vagy tudod mit, svéd szemmel a magyar társadalmat. Tehát ugyanezt mondanám nekik, hogy ott is, hát nehezebb azért Sánhájban magyart találni, mint Magyarországon kínai, vagy Budapesten, vagy, vagy Szegeden, vagy nem tudom, de ott is ugyanezt mondanám, hogy induljon végig ezen a listán, nézze meg, hogy, hogy illik-e ő maga, meg illik-e az az üzleti elgondolás abban a régióban, ahol jönne, és aztán, hogy Ebben a készülési folyamatban már el lehet bukni, de hát ez jó hír, mert akkor nem vágunk bele olyasmibe, amit nem tudnánk végig csinálni. Például nagyon sok kínai gyűlöli a magyar kaját. Van, hogy hónapok után, amikor itt élnek, akkor jönnek rá, hogy ez, ez, ez szinte elhetetlen, és ez a legnagyobb panaszuk. De egyébként ez nem magyar kajáról szól, Olaszországban is ugyanez van velük, hogy meg tudják-e szokni azt a stílust, azt az életformát, és hogy, és hogy miben tudnak hozzátenni ahhoz a, az elképzelés. Ugye minden ország egy elképzelésnek a kibontása. Mi hogyan szeretnénk az életünket élni. És akkor látjuk szívesen a külföldieket, ha ehhez hozzátesznek valamit, amit mi magunk vagy nem tudunk, vagy pedig ők jobban, gyorsabban, ügyesebben csinálják. Téged ugye általában akkor keresnek meg, hogy egy befektető mondjuk Ázsiában kíván nyitni egy lányvállalatot, egyszer csak érkezik egy egy nyugati, mondjuk amerikai menedzser, és ott van az ázsiai munkavállalókkal, akkor nem csak az adott gazdasági szabályokat kell megtanulni, hanem azt is, hogy ha mond valamit, akkor az más jelent abban a, abban a kultúrában. Tehát mik azok a nagyon egyszerű dolgok, amik, amikkel érdemes átesni rögtön az elején? Hú, hát az az igazság, hogy a kedvenc hasonlatom az az, ami szó szerint megtörtént vele mind a két értelemben hogy kulturális bakit elkövetni az olyan, mint egy ilyen nagyon szépen lemosott, letisztított, matricázatlan biztonsági üvegajtónak neki menni, amikor az ember azt hiszi, hogy azon átjuthat. Azzal a különbséggel, hogy amikor neki megyünk az üvegajtónak, akkor azt mindig vesszük. A kulturális bakit azt meg nem mindig veszük észre, tehát van olyan, hogy megsértünk embereket, vagy elvágjuk magunkat, anélkül, hogy egyáltalán rájönnénk, hogy itt valami hülyeséget mondtunk. És ez a másik irányban is úgy van, tehát nem csak az, amit mi csinálunk, hanem olyan is van, hogy valakik csinálnak valamit, ezt mi rosszul értelmezzük, és ezzel követünk el hibát. Van az ázsiai embernek például egy olyan szokása, hogy amikor zavarban van, akkor kuncok, meg vigyorog. És ez, ez, borzasztó irritáló tud lenni, amikor például egyszer egy kínai városban megérkeztem az éjszaka kellős közepén egy szállodába, és nem találták a, hogy mondjam, a foglalásomat, a szobafoglalásomat. És az volt, hogy ott álltam, holt a két bőröndömmel, mit tudom én, negyed egykor, az éjszaka kellős közepén, ott volt három egyenruhás, egyébként nagyon kedves fiatalember, meg fiatalasszony, közölték, hogy nincs foglalásom a szállodában, és kuncogtak. és akkor ez még a, azt hiszem a második éven volt Kínában, és az ugye az ember nem látta a pipától, ahogy ezt mondjuk szépen magyarul, mert megkérdezni az ember, hogy mi a francot, kell ezen nevetni. De aztán egy idő után rájössz, hogy, hogy ez a testbeszéd, ez nekik teljesen mást jelent, mint nekünk. És el kell fogadni, hogy önállók ez olyan, mint hogyha valaki Magyarországon vakarná a fejét, és, és, és ráncolná a homlokát, és lehet, hogy az Kambodzsában, vagy Csillében ez a testbeszéd jelent valami teljesen más. Fel kell, fel kell tudnunk függeszteni ezt a fajta ítéletet, hogy a kuncogás az azt jelenti, hogy most szórakoznak velem. Mielőtt a könyvekről kérdeznélek, még egy kérdésem van, bár nyilvánvalóan nem neked kell rám megadnod a választ, mert ezt a világon nagyon sokan keresik ezt a választ, hogy mint hogyha ez a vírushelyzet, ez. Látott volna még jó néhány lapáttal arra az amúgy is egyre feszültebb viszonyra, ami, ami Kína és a Nyugat, főleg Amerika között van, kereskedelmi háború és, és, és mi egyéb. Mire számítasz, az, hogyha elül a vírus, akkor hogyan folytatódik tovább ez az egész? Szerinted tulajdonképpen az üzleti élet ezekből a, a találkozásokból, és látod a, magukat, az üzletembereket is mindkét részről. Hát néz, szerintem mindannyiunk fejében két dolog keveredik ezzel kapcsolatban. Az egyik az, amiben reménykedünk, hogy történni fog, és azt reméljük, hogy a koronavírus ebbe egy kicsit besegít, mert hát ugye elég radikális változás ahhoz, hogy valami jót azért ki tudjunk hozni belőle, és van az, ami pedig valószínű, hogy történni fog. Az én meglátásom szerint az van, hogy, hogy bár én imádok utazni, sok nyelvet beszélek, a baráti köröm, a családom, minden kulturálisan nagyon kevert. De mégis úgy gondolom, hogy az utóbbi időben azért egy picit ráerőltették az emberekre a, a globalizációt és annak a radikáliságát, és, és, főleg azokra, akik, akik nem igazán kértek belőle. Tehát például hatalmas turista tömegek bizonyos helyeken, a, a, magyar vállalatot megvette egy külföldi vállalat, ugye egyszer csak egy teljesen más kultúrában kell dolgoznunk, akkor is, is ha ki a lábunkat a szülővárosunkból, stb. stb. És én, én egy picit abban reménykedem, hogy, hogy most, hogy be kellett záródnunk, és aztán nyithatunk, talán kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy olyan feltételek mellett nyissunk, hogy aki menni akar, mehessen, aki viszont maradni akar, az maradhasson, nem csak fizikai, hanem átvitt szellemi értelemben is. Ez az, amiben reménykedek, de hát ugye mindenki abban reménykedek, amit látni szeretne, de ismerve az emberi természetet és történelmet, azért annak is látom egy bizonyos fajta esélyét, hogy úgy, ahogy nem tanultunk olyan borzasztó sokat a 2007 8 as gazdasági megpénzügyi válságból sem, ugye a rendszerváltásnak bizonyos vívmányai is már úgy kezdenek elkopni, lehetséges, hogy, hogy egy darabig ezt tartani fog, ugye mint egy tűzriadó, hogy akkor fölhívja magára a figyelmet, de lehetséges, hogy egy-két év múlva megint ugyanúgy megyünk tovább, mint eddig, sőt, hogy egy pár év múlva rálépünk ugyanerre a gerebjére, ugyanúgy, mert már elfelejtettük, hogy, hogy milyen élmény volt átmenni ezen a krizisten. Egyébként, amikor nem dolgozol, hiszen tudom, hogy azért az online kapcsolataidnak nincsen vége, tehát hogy egész nap ugyanúgy, ahogy sokan mások, akik egy irodában dolgoztak, most otthonról, home office-ban ugyanazt folytatják. Amikor mégiscsak egy kis időd van, akkor dolgozol valami írásművön is? Hát egyrészt én már nagyon nehezen tudom megállapítani, hogy mikor dolgozom, mikor nem, de ez biztos, hogy veled is így van. Ez szerintem a, 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 az mindenféle szellemi munkának az egyik hátülütője. Nem igazán nem, lehet. Most például nagyon kellemesen elbeszélgetünk, de voltak éppen dolgozunk is. Egyik. Igen, pontosan. Pontosan. Az embernek a feje olyan lesz, mint egy kuktafazék, amiben folyamatosan rotyognak az elképzelések. De hát most egy pár cikket leadtam, főleg angol nyelven, és dolgozom egy könyvön, szintén angolul, ami Kínát mutatja majd be. A Kínába delegált nagy nemzetközi vállalatok vezetőinek a, a szemével a hétköznapi életén keresztül. Mm -hmm. Ez nagyon érdekes, és akkor nyilván azoknak szól, akik hasonló dolgokat szeretnének ott, vagy egy, már egy, más, egy, egy más, más. Lesz, Igen, egy kicsit olyan lesz, mint a Távoli Bolygó, hogy igen, igazából nem a hasonló szeretném szeretnék mert abból rengeteg van. Nagyon-nagyon sok szakkönyv van, nagyon sok olyan könyv van, ami a, mit tudom én, CEO-knak az önéletrajza, vagy kézikönyvek én nem ezt szeretném, én sztorit szeretnék csinálni, ez egy jól bekutatott könyv lesz, de alapvetően az is kézbe veheti majd, aki, akinek esze ágában sincs se Kínába menni, se pedig céget alapítani. És akkor így a beszélgetés végén, de még nem a legvégén, arra kérnélek, hogy meséld el, hogy milyen könyveket választottál ki nekünk, hát a olvasóknak, meg egyébként nekem is. Igen, gondolkodtam rajta, hogy ismered-e bármelyiket. Egyébként ismered bármelyiket ezek közül? Olvastad őket? Igen, pontosabban, hát a, de nem lövöm le. Majd, ha mondott sorban, akkor megmondom, hogy igen. olvastam. Hogy egyet, egyet, egyet olva, sőt, kettőt olvastam belőle. Igen. Kiváló. Én azon gondolkodtam, hogy ugye, mire, mire lehetőség ez a, ez a önkéntes karantén. És az író-olvasó embereknek azért könnyebb a dolga, mint mondjuk a snowboardozó vagy a, a, a favágó embereknek ilyen szempontból. Mert ezt lehet, ezt lehet... Ezt meg muszáj elmondanom, volt -e egy e, amerikai toplista, egy, e, egy ilyen népszerű internetes oldalon, hogy kik azok, akiknek nem változott meg, a legkevésbé változott meg az élete a koronavírus alatt. A két első helyzet az, az a favágó és az író. Mert az író olyan, hogy van zárva a szobájában, a favágó meg szó, ott a a van egyetlen. Akkor ezt a favágot azt eltévesztem. Nem voltam favágó még soha. Tehát azon gondolkodtam, hogy ez mire lehetőség, és hogy hányféleképpen lehet megélni ezt a, ezt a karantént. És ugye a, a kocsi és tréneri munkámból adódóan én napi szinten beszélek olyan emberekkel, akik egészen hihetetlen körülmények között szorultak ebbe bele. Tehát én két olyan felsővezetőt is kocsolok, aki január óta egy darab szállodai szobában lakik. Olyat, olyannal is e, tartom a kapcsolatot, aki a két, egy férfi, aki a két gyerekével a feleség nélkül az anyóségnál beleszorult ebbe a karanténba, egy nyugat-európai országban, ahol elég kemény vesztek zárva. Tehát, tehát borzasztó sokféleképpen meg lehet ezt élni, és a következőt szeretném bemutatni. Ugye, amikor az ember bezáródik, amikor otthon van, bármilyen otthon van, akkor, akkor a nehézség ebből a következőképpen jöhet ki. Van, aki bezáródik a saját fejébe, gyakorlatilag. Tehát elkezdi a, a fiókokat kipakolni, az egyik ismerősöm éppen ma mutatott egy olyat, hogy megtalálta egy dobozban az összes mobiltelefonját, amit, amit eddig vett, és mindegyiknek van egy története. Régi képeket nézegetünk végig, megtaláljuk a gyerekkori, én nem tudom, micsodánkat, cipőnket, meg, meg ruhánkat, és úgy végig gondoljuk a saját életünket. Tehát ez, az egyik megközelítés. A másik az, hogy egy épületben betokozódunk a családunkkal, a közösséggel mondjuk, a lakótömbben, stb. A harmadik az, hogy egy szűkebb közösséggel zárnak be minket, és ott is érdekes dolgok történhetnek. Tehát három ilyen történetet hoztam, és aztán pedig mondjuk lépjünk ki, mert arra is jó ez a koronavírus bezártság, hogy lélekben kiszabadulunk, és azon gondolkodunk, hogy mennyi mindent történhetne velünk, vagy ha én egyszer innen kiszabadulok, akkor elmegyek, megnézem a piramisokat, vagy elmegyek a Balaton felvidékre, veszek egy tanyát, és ott fogok élni, és mutatok majd egy olyan embert, akinek, akinek fantasztikus élete volt, és mégis mindig rosszul érezte magát, és egy másikat, akinek borzalmas élete volt, és mégis mindig vidám maradt. És szerintem ez egy, ez egy elég jó, ilyen... Hogy mondjam csak, mint a madarak az ágon, így ülnek a történetek, és meg lehet nézni, hogy, hogy melyik a legszimpatikusabb. Nem tudom, hogy, hogy mutathassam a könyveket, mert a, a, ugye a könyvtáromnak a fele Sánhában fele itt. Hát mondd a címet, én be tudom adni a címlapot Kumbet is. Akkor a könyvet mutatnám először. Akkor én is mutatom. A Loana királynő titokzatos tudja, tudnélik, ez egy nagyon jó történet arról, hogyha, hogyha az ember ezt elolvassa és bármikor az életben még egyszer kinyit egy fiókot vagy egy sufnit, és elkezdi a saját életét, az ott talált levelek, jegyzetfüzetek, általános iskolai tankönyvek, mindenféle memorabiliák alapján újraépíteni, ezt soha többet nem fogjuk tudni megtenni ugyanúgy, ha olvastuk Eko-tól a királynő titokzatos tüzét. Én nagyon hogy elkoltolvasom, és ez pont nem, úgyhogy föl is keltetted az érdeklődésemet. Arról szól, hogyha nagyon gyorsan belekezdhetek a történetbe, aztán nem lövöm le, hogy valaki amnéziát kap egy, egy egészségügyi probléma miatt, haza kell menni a szülői házába, és mint egy kutatónak, egy történelmi kutatónak újra kell tanulni a saját életét. De hát ugye itt a nagy kérdés az az, hogy újraalkotható-e egy emberi élet, vagy pedig a, a, a kutatási módszer az mindig átírja egy kicsit a történetet. És úgy, ugye szerintem egyértelmű a válasz, de ahogy ez az illető ö, átnézi, egészen a gyerekkori felvételeitől kezdve föltesz lemezeket, amit az édesanyja hallgatott, amikor ő nagyon kicsi volt, és ahogy jönnek vissza az emlékek, és évről évre végigmegy a saját életén, szerintem ez az egyik legjobb ilyen karanténkönyv a világban. Na most én, én sokszor bekaranténozottam, a legkorábbi emlékem erről az, amikor Irakban, amiről te is meséltél, homokvihar volt, és nem lehetett egy ideig kimenni a lakásba, sőt, be kellett sötétíteni, mert az ablakunk nem zárt olyan jól, hogy a por ne jöjjön be. Bocsánat, ha már újra szóba került, ez két vagyok megmutatni ezt a képet. Én ha, igen. Ebben az állapotodban ismertelek meg. Igen, igen. És meg kell, hogy mondjam neked őszintén, hogy több pontosan ugyanannyira hitték el nekem ezeket a történeteket, mint neked az, hogy szemetes autót vezettél. <laughs> Úgyhogy utána, hát utána ugye Boszniában, amikor dolgoztam időnként, utcai zavargások voltak, úgyhogy az ENSZ utasításait követve a bezárt szobában aludtam, a, az ebesz merev lemezével a párnám alatt, hogyha minket evakuálnak, akkor azt vigyem magammal. Volt ilyen Kambodzsában, stb. stb. És hát az az eco könyv, ez nagyon sokszor eszembe jutott erről. Tovább lépjünk? Persze, Igen. Akkor menjünk tovább az Egy úr a Moszkvában című könyvre. Erről semmit se tudok. Tehát ez úgy néz ki, hogy beköszönt a Szovjetunió, és egy gróf, egy bizonyos Alexander Rostov, aki osztályellenség, és akkor éppen Moszkva egyik legjobb szállodájában tartózkodik, találkozik egy, hát egy államvédelmi tisztel, aki azt mondja neki, hogy hát az új rendszer egy feltétel nem fogja őt kivégezni, az pedig az, hogy soha többé nem hagyja el ezt a szállodát. És innentől kezdve kíséri végig az életét ez a könyv, ami, hát hogyha a legjobb példája annak, hogy az ember hogy karanténozik be, karanténozódik be a saját fejébe, a saját emlékeibe, gondolataiba, ez pedig az egy épületben való bezártság, hogy hogyan lehet mégis teljes életet élni, nem csak abból az, abban az értelemben, hogy valaki egészséges és bölcs és tevékeny marad ilyen körülmények között, hanem úgy is, hogy, hogy hány emberen segít, és, és, hogyan szolgálja a közösséget. Úgy, hogy hát nem le pontosan, de, de nem igazán hagyja el az épületet élete végéig. Egy gyönyörű, gyönyörű történet. Amor az egyébként több nagyon jó sztorit is írt, de én nekem ez a könyv, ez nagyon gyakran eszembe jutott, amikor egy nagyobb épületben, ahol több százan laktak, tört rám Sankhájban a karantén. és Sankhájban olvastam a könyvet is egy, körülbelül egy évvel azelőtt, úgyhogy nekem nagyon-nagyon sokat segített. Köszönöm szépen. És a következő? A következő az pedig az őrület, hogyha esetleg valaki nem csak egyedül a lakásban, vagy néhány emberrel egy épületben záródik be, hanem egy kis közösség fogja lesz a jelenlegi körülmények között, egy, egy, egy falu, egy, egy lakópark, akkor József Kozsilecki a Beteljes mesék Szomorúsága című könyvet vegye a kezébe, ami... Erről nem csak egy példányom van, meg kell, hogy mondjam őszintén, ez egy nagyon alulbecsült alul könyv, aki esetleg szereti Moldovától, vagy örkénytől, vagy esetleg Ray Bradbury-től az ilyen, ilyen kis szösszeneteket, amiket 5-10 perc alatt el lehet olvasni, és aztán le kell tenni, hogy az ember gondolkozzon egy kicsit. József Kozsileszki egyébként egy pszichiáter, nagyon neves volt, amíg aktív volt Lengyelországban, és hogyha valaki meg akarja venni a többi műveit, úgy fog járni, mint aki ugye a Louis carroll az összes műveit akarja megvenni, aminek a legtöbb ilyen matematikáról szólt, ő pedig szinte érthetetlen pszichiátriai műveket írt, nagyon magas szinte, és ez az egy szépirodalmi műve, semmilyen más nagy nyelven nem találtam meg, csak magyarul, és miután elolvastam, azután én, én annyira imádtam, és annyira senki nem ismert, hogy elkezdtem megvásárolni antikváriumokat, példányokat, úgyhogy van belőle egy pár példányom amit kölcsön tudok adni. Egy te kutató... vagy a legnagyobb szakértője a témának. Tessék? Valószínűleg akkor te vagy a legnagyobb magyar szakértője a szerzőnek. Hát Magyarországon lehet, bár hát nem tudom, mert annak idején az lt én, én hallgattam Spiró György óráit, meg egy pár másik kelet-európa kutató, azért lehetséges, hogy, 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 hogy ők találkoztak is vele, és elbeszélgettek róla. De talán a legnagyobb rajongója én vagyok. Szóval egy, egy, egy matematikus professzor elmegy egy kis lengyel, szóra, bocsánat, Angliába teszi a történetet, elmegy egy kis angol városkába, hogy nyugodtan dolgozhasson az alfa probabilisztikus folyamatok problémáján, és ott ö, dolgozatot írhasson róla, de hát állandóan félreviszi maga valami a figyelmét, mert érdekes dolgok történnek ebben a városban, és elkezd erről naprót írni. De hát olyanok történnek például, hogy a, a macskák azok valamilyen uh, tudományos kísérlet folytán uh, intelligenciára tesznek szert, és politikai mozgalmat indítanak. Aztán valaki kitalálja azt, hogy ahelyett, hogy a szere aki szerelmes egymásba, azok házasodnának össze, házasodjanak össze azok, akik utálják egymást, és lássuk meg, hogy így le lehet a vállások számát csökkenteni, és stb. 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 Borzalmasan abszurd az egész, de ugyanakkor nagyon emberi. Mert az összes ilyen abszurd történet, amit elénk tesz, azokból visszatükröződnek olyan emberek, akiket ismerünk. Csak nagyon-nagyon el vannak túlozva. Egy picit olyan, mint a marsbéli krónikák, mondjuk Bradbury-nél. Minden esetre ő nem hagyhatja addig el ezt a települést, amíg meg nem írja a dolgozatát, és ennyiben szerintem sokkal hasonlít bizonyos embereknek a koronavírus idején tapasztalt élményeire. Köszönöm szépen, ezt sem ismertem ha valaki, valaki elolvassa emiatt el a beszélgetés miatt, és fölmegy a könyvben Facebook oldalára, tehát hogy a Facebookon a Holc abor és megírná, hogy tetszette neki, azzal óriási szívességet tenne, mert nem olyan ismert, mint akár echo, akár Émorta, az, akik mindenféle irodalmi díjakat nyertek. Ennyi, tett, nem nézzük nem meg a... Ha csak nincs kérdésed, mert nem szoktam. Nem, nem. Várom a következő. A következő az a az a Trebics könyv lesz. Igen, én itt De ez a, ez a magyar, a magyar, verzió. A szens, tehát én, a, én, az angol nyelvű példányt tartom a, a kezemben. kezemben. Tudnék most éppen egy történeti értekezést írok. Hát Trebics, Ignác, Lincoln, Chao Kung és rengeteg más név alatt élő személyiségről, akit mi az igazi Trebicsként ismerünk, akinek az életéről uh, rejtőjenő avagy P. Howard az újságokból értesült, amikor már Kínában élt uh, Trevics Ignácz Chaokhunk néven, és egy nagyon érdekes uh, életutat olvashatunk, aminek a vége az, amin éppen én most a 40-43-ig terjedő időszakról írok uh, egy, egy történeti tanulmányt a, a Royal Asiatic Society, tehát a királyi történeti társaságnak, ami egy, ami egy angol, uh, hát ilyen ázsia kutató közösség, és akkor éppen abban munkálkodott az igazi Trebics, hogy buddhista apátként a német titkos szolgálatnak próbált olyan módon segítséget nyújtani, hogy tibeti buddhista mesterek fekete mágiáját használják fel a harmadik birodalom ázsiai terjeszkedésére. Mindezt mértékli pesti zsidóként. És mindezt, mindezt, igen, egy, egy paksi pesti zsidó család egyébként rabbinak szánt fiaként. Egy olyan hosszú életút idején, amikor, amikor volt luteránus, metodista és kelvinista hittérítő, Kanadában, Németországban és Angliában, volt angol parlamenti képviselő, részt vett a, a kap pucsban, éppen hogy csak lecsúszott a sörpucsról, jó barátságból volt Gömbös Gyulával, találkozott II. Vilmos császára állítólag, bár, ezt, bár, ebben sokan kételkednek. És levelezésben állt Winston Churchill-lel, egyszer majd nem találkozott Adolf hitler tehát egy, egy, borzasztó, fura életút. És az érdekesebben az, és ezt mondom, hogy valaki, akinek, akinek, akinek nagyon érdekes élete volt, de állandóan szomorú és frusztrált volt, hogy bármibe belekezdett pillanatok alatt nagy sikeret egyszer, majd pedig megunta, és borzasztan elrontotta. Az egésze. Tehát ő, ő, ő nagyon sikeres lehetett volna hittérítőként, nagyon sikeres lehetett volna parlamenti képviselőként, tudományos kutatóként, egyébként még jobboldali politikusként is, de egy idő után ö, ö, annyira elkezdett unatkozni, és annyira elkezdett, hát hát csapkodni maga körül, hogy ő rá senki nem hallgat, és hogy, és hogy nem lesz azonnal a mozgalom vezetője, hogy a, az élet a története az, hogy elkezdtek a háta mögött áskálódni, és ahogy az élete folyamán egyik barátságot a másik után kötötte, egyre rosszabb barátságokat kötött, egyre szörnyebb emberek társaságában találta magát. Tehát, hogyha elolvassa az ember a könyvet, és utána meglátja a második világháború idején Sankhájban kötött barátságát, amiről most éppen írok, az a harmadik birodalom egyik legnotóriusabb gestapo tisztjével kötött barátsága, akivel ezt a, ezt a, ezt a, fura tervet megpróbálta megvalósítani. És ez egy magyar ember volt, és csak ennyit tudunk róla, hogy ő volt az igazi Trevics. Érdemes Igen. kézbe venni, érdemes egy picit kalandozni, amíg mi magunk nem tudunk utazni. Ez nagyon, nagyon felvillanyozó történet, és tényleg hát, bőven ki lehet kutatni, és szerintem a, pont az, azzal, a korral, amivel te foglalkozol, nem is nagyon foglalkoztak, mert hát ott vagy a a, ahol mindez történt, hogyha hát többnyire ott vagy. Ott leszek, nem sokára lemélhetem. És mi az utolsó könyv, amit hoztál? Az utolsó könyvünk, amit hoztunk, az pedig Hua-tól a Kína 10 Szóban című könyv. Igen, ez tényleg. a kezembe, hogy ugye ez egy magvető könyv, és amikor az Atheneum küldött nekem egy doboz könyvet a sajátomból ottani promóciós célokra, akkor, akkor ezt nagyon kedvesen az Ateneum csapata még így hozzádobta ehhez a dobozhoz, hogy nem, nem, régen jelent meg, és nézek bele. Hát ugye Yuhua az a kínai irodalmi élet, nem csak irodalom, hanem irodalmi élet egyik nagy óriása, aki hát nagyon elismer volt népi Kínában is, tehát a népköztársaságban, de utána megírta ezt a könyvet, meg mély egy kettőt, és most már nem annyira tolják őt, mint annak idején. Ezt nem is jelentették meg a Népi Kínában. Népi Kínában nem, de hát ugye ez azért nem tartja vissza a kínai olvasókat, hiszen hogyha valami Tajvanon vagy Hongkongban megjelenik, azt kabát alá tudja, hogy be lehet vinni, és, és azért annyira nem kemény a diktatúra már Kínában, hogy ebből, ebből baj lehetne. És én, én úgy tudtam, és általában ez a fáma, hogy mi, mielőtt író lett, ő fogorvos volt. Ebből a könyvből derül ki számomra, hogy ő nem fogorvos volt, hanem ő az ilyen forradalmi tanácsok által kiképzett, képzetlen foghúzó volt. Tehát amikor ő nem tudott igazából magával mit kezdeni azután, hogy lediplomázott, és könyvtáros volt egy darabig, meg ez az amaz volt, és úgy döntöttek, hogy hát, hogy hát ez... ez, ez, ez hogy hívják, annak idején KMK-nak hívták. Közbeszélés Akkor, akkor őt nem csak, hogy nem képezték ki, hanem kapott egy, ez borzalmasan hangzik, a kulturális forradalom idején kapott egy fogót meg egy vésőt, és elküldték egy fogászati, hát hogy mondjam, rendelőbe, bár ez, ez is egy kicsit egy iskolában berendezett fogászati rendelőbe, hogy ugye a fogorvos kezeli a komolyabb eseteket, és ezek ő népi foghúzók, végezték a foghúzásokat, és a fogorvostól megtanulta egy hét alatt, hogy ezt hogyan kell csinálni, és ezt csinálta egy darabig. Na most, ha a Trebics az a, az az ember, aki rengeteg segítséget kapott az élető, hiszen a, a családja gazdag volt, tanítatták, többen fölkarolták, mágnásai, mecénásai voltak, és mégis valahogy állandóan nyomorultul érezte magát, Juhua az, aki soha nem tehette azt, amit szeretett volna, ami az olvasás és az írás volt, leírja azt, hogy a kulturális forradalom idején hogy lehetett ö, darabokban megvenni a könyveket. Mert tudnélik, egy embernek volt, vagy három embernek volt mondjuk egy könyve, szétszették három részre, hogy amíg az egyik olvassa az elejét és kiolvasta, akkor továbbadhassa valakinek, hogy így gyorsabban olvashassanak, És az antikváriumokban ilyen egyharmad könyveket lehetett megvenni nem tanulhatott, nem, nem voltak könyvtárak, időnként összeverték őket az utcán a kulturális forradalom miatt, a családját meghurcolták, stb. stb. Ezt egy olyan elánnal, egy olyan szeretettel írja le. És humorral. És egy, 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 olyan, olyan fékezhetetlen humorral, hogy az ember, hát ugye vannak ezek az ilyen nyomorult életekről szóló történtek, ami után az ember Emlékszem, hogy amikor először kezdtem el szózsenyit szint olvasni, akkor utána levágtam magamnak egy darab gyulai kolbászt, és bámultam tíz percig, mert ugye a, az ember megtanulja ilyen könyvekből, hogy, hogy milyen az, amikor nincsen. Na most a Juha ennek az ellenkezőjét csinálja. Az embert felvidítja a szomorú történetekkel, és egyébként egy-két olyan dolog is benne van Kínával kapcsolatban, aminek a pszichológiát szerintem sokan próbálják megérteni, de nem igazán értik. Most, az egyik az a, az a koppintás meg a gagyi kultúrája Kínában. Ez szerintem egy lenyűgöző, lenyűgöző dolog, utánzat címen van a könyvben, és azon kívül pedig a vezér. A vezér gondolata, hogy miért van az, hogy kínában mindig fölbukkannak ezek a nagy vezéralakok, ezek az ilyen atyuskák, akiket boldogan követ a nép most már ugye manapság például nem csak Xi Jinpingről van szó, hanem például az Alibaba megalapítójáról, Jack Máról is, akiből ugyanolyan kultikus alakot csináltak. Hogyha valaki szeretné az ilyesmit megérteni, nem tudom, hogy, hogy kell-e hozzá kifejezett kínai érdeklődés, hiszen nekem van, meg én ott élek. De szerintem az is fölütheti, aki, aki mondjuk nem kifejezetten érdeklődik Kína múltja és jelene Irán. Ez így van, ez kifejezetten szép irodalmi igényű, szórakoztató és nagyon alapos ismeretekre lehet szert tenni, már amit én, aki, aki aztán egyáltalán nem ért Kínához, kihüvegeztem belőle. Én nagyon szépen köszönöm neked a könyveket is, amiket hoztál, meg a történeteket is, amiről beszélgethettünk. Így a beszélgetések végén mindig el szoktam indítani egy videót, ami kapcsolódik ahhoz, akivel éppen beszélgetek, ez a könyved megjelenésére volt időzítve, és közös ismerősünk Miki Almási készítette a videó részét, és egy részlet hangzik el a könyvedből, de mielőtt ezt elindítanám, szolgálati közleményként elmondom, hogy holnap ugyanitt, ugyanekkor Garaci Lászlóval fogok beszélgetni, és jövő héten is folytatódik majd a sorozat. Neked még egyszer köszönöm szépen, hogy velünk voltál, az olvasóknak, hogy követtek minket, és akkor lassacskán mit elköszönünk, eltűnünk, és elindul majd ez a videó itt nagyon mellettünk. Köszönöm. Nagyon köszönöm neked a beszélgetést, mindenki másnak pedig a figyelmet, és két oldalon van a Facebookon Gábor Hogy Angolul, Hogy Gábor Magyarul. A Hogy Gábor oldalon um, lehet jelentkezni, megmondani, hogy jók ezek a könyvek, vagy nem, nagyon kíváncsi vagyok a reakciókra. Köszönök mindent. Köszönöm szépen, szia! A külföldre költözést követő kulturális sok más, többé-kevésbé traumatikus életélményekhez hasonlóan több egymást követő ciklusban cseng le. Sok távolban élő megfigyelte már, hogy tartózkodásának első évében az ember élvezi a környezet exotikumát, és aktív erőfeszítést tesz a beilleszkedés érdekében. A Kínában élők ott tartózkodásuk mézes heteiben és hónapjaiban, nagy lelkesedéssel kóstolgatják egyik meghökkentő helyi ételt a másik után, ahogyan én is tettem. Van, aki reggelente a helyiekkel tájtjözik a parkban, bajait ősonos gyógynövényekkel próbálja elmulasztani, és esküszik rá, hogy a hagyományos kínai posztócipő a világ legpraktikusabb, legkényelmesebb lábbelie. A megérkezést követő lelkesedést általában egy éven belül felváltja a kiábrándulás és fásultság időszaka a morózus antitézis évadában. Az illető fokozatosan kezdi meglátni az idegen ország, társadalom és kultúra azon árnyoldalait, amelyekről addig helyi barátok, nyelvismeret és betekintés hiányában fogalma sem volt. A hétköznapok kezdeti kuriózuma kezd megfakulni és rutinná válni. És az árnyoldal teljes mértékben elhatalmasodhat az illető lelki világán, főként, ha a rádöbben és némi hamvágyjal is keveredik mintha a szeme láttára átok telepedni az addig csodált mesevilágra. A békésen tájcsizó jó emberek varázsütésre hadonászó ügyefogyottakká válnak, akik beteg rokonaikat orvos helyett kígyót békát rájuk tukmáló vajákoshoz küldik. Normális cipő helyett pedig valami olcsó kacatot hordanak. Nem csoda, mérgelődik egzisztenciális magányában az illető, hogy bebüdösödik és kityúk szemesedik tőle a lábuk. Aki ebben a stádiumban szeretné meglesni egy-egy Kínában élő külföldi viselkedését, ezt könnyen megteheti egy olyan nagyvárosi útkereszteződésnél, melynek közelében sok nemzetközi alkalmazottat foglalkoztató multinacionális vállalatok irodaházai állnak. Az ebédszünetükre igyekvő Kína veterán külföldiek a helyiekhez hasonlóan menekülő ebihalakként cikáznak a gyalog átrabogó autók között. Az újdonsült jövevények azonban rendőrösdit játszanak a csikorgó gumikkal fékező kocsik rémülettől gúvart szemű sofőreit vádlón felemelt mutatójal figyelmeztetik a gyalogosok zöldjelzésére. Néha a nagyobb nyomaték kedvéért még a motorháztetőre is csapnak. Pár hónap múlva persze ők is belátják majd, mennyire hiába való volt az erőfeszítés még akkor is, ha sikerült a város sok százezer autósából hármat, négyet életre szóló leckében részesíteni. Az elátkozott korszakával küzdő külföldi azonban nem tehet róla. Minden szabálytalanul közlekedő autóban, hidegen kihozott levesben, vagy a járdán heverő csokipapírban saját felsőbbrendűségének bizonyítékát látja egészen addig, amíg feldúlt lelke valamelyest napirendre nem tér az őt körülvevő új rend felett. Az ilyen gondolatok gyakran párosulnak némi bűntudattal és a kulturális sokhatására kialakuló, enyhén rasszista felhangokat a külföldön élők nem is szívesen osztják meg kívülállókkal. Idővel aztán ez is elmúlik, és ahogy az ember kialakítja a helyi életformáját, egyensúlyba kerülnek a szeretett és gyűlölt, élvezetes és elviselhetetlen helyi sajátosságok. Azt hiszem, csak a harmadik időszak szintézisének kialakulásával kezdheti az ember külföldön is tisztességes polgárként szídni az időjárást, a politikát, gazdaságot, oktatást, az útépítéseket, adóelőírásokat és celebbotrányokat, mivel már szívén viseli az ország sorsát. Ha eddig eljutunk, elmondhatjuk magunkról, hogy megtelepettünk. 15 év Kína után úgy érzem, én kialakítottam a magam rendjét, miután annak rendje és módja szerint végigmentem az első két stáción. Mivel önfejű ember vagyok és keresem az intenzív élményeket, Valószínűleg még nagyobb amplitúdóval is csapódtam egyik végletből a másikba, mint sok más kínában élő honfitársam.